Az orvosi rendelő épületét fejlesztenék a Magyar Falu program keretében idén Siógárdon. A település önkormányzata tavaly és idén is pályázott. Eddig, mások mellett, már az óvoda szépült meg itt így, de egy központi játszóteret is kialakítottak a faluban. Várjuk az első eredményeket. Szerintem egy pár hét múlva az első pályázatoknak az eredményei meg fognak jelenni, de közben is jelennek meg az új Magyar Falu program pályázatai, és azokon is mindegyiken azért megpróbálunk elindulni. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy minden pályázaton szerintem illik elindulni egy önkormányzatnak. Most jelen pillanatban, amiben nagyban gondolkodunk, az útfelújítás, az orvosi rendelőnek a felújítása, ezek talán így összegileg a legnagyobbak, de minden pályázat fontos, hiszen nem csak az összeg mutatja meg azt, hogy mennyire hiányzott eddig a község életéből, hanem ugye a pályázatnak a kiírásának a célja is. A Magyar Falu program során a kis települések, középületfejlesztések mellett orvosi eszközökre, a falvak karbantartásához szükséges gépekre és bértámogatásra is pályázhatnak. Idén a Magyar Falu program során összesen 40 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a kis települések. Györe tavaly 3 pályázaton nyert pénzt a program során, így új orvosi eszközöket vásárolhattak. Többek között csecsemővizsgáló ágyat, látásvizsgálót és új EKG-t is be tudtak szerezni, valamint a rendelő várótermét is fejlesztették. Járdaépítésre és rendezvénybútorok beszerzésére is megnyerték a pályázatot. Az orvosi eszközökre és bútorokra 2,5 millió forintot nyertünk, járdaépítésre 5 millió forintot, és a bútorokra, rendezvény, sátorra, sörpadokra, sörasztalokra, erre a garnitúrákra több mint 7 millió forintot. Az idén 4 újabb pályázatot adtak be. Védőnői eszközök fejlesztésére, a település közútjainak rendbetételére, óvodaudvar felújításra és a játékok fejlesztésére, valamint a közterületek karbantartására szolgáló eszközök beszerzésére. Várjuk, de nagyon várjuk, és ez egy lényeges dolog, az óvodapályázatot, ugyanis tavaly is beadtuk már, az nem sikerült, és az óvodánkra rettetesen ráfér a felújítást, úgyhogy bízok benne, hogy újra megjelenik az óvodapályázat, és akkor azt újra beadjuk, mert hát már 40 éves az óvoda, tehát a fűtéskorszerűsítéstől kezdve a padozat cseréig, a vizes blokk is el van öregedve, úgyhogy arra nagyon ráférne a korszerűsítés. A fűtéskorszerűsítés, még a radiátorok vannak, bízok benne, hogy megjelenik a pályázat, és akkor az lenne a legfontosabb nekünk, az óvoda pályázat. Egyébként ugye a faluba sok minden megvalósult már pályázatokból, és nagyon örülünk neki, nagyon jó dolog ez a Magyar Falu program. A Parhanta tavalyi évben 2 pályázaton nyert támogatást. Az óvoda udvari játékaira nyertek 5 millió forintot, és a rendelő felújítására 30 millió forintot. Az orvosi rendelő felújítása még zajlik, de a pályázatban leírt feltételeknek megfelelően július végére befejezik a munkálatokat. Tavaly a Parhanta község önkormányzata több Magyar Falu program keretében belül is indult. Az óvoda udvar játékaira pályáztak, azon közel 5 millió forintot nyert az önkormányzat, illetve az orvosi rendelő felújítására, amelynek keretén belül 30 millió forintot nyert az önkormányzat. Ennek a munkálatai jelenleg is zajlanak, az orvosi épület rész teljesen felújul, a tetőcsere történt meg, hőszigetelést kap az épület, napelemes rendszer kerül kiépítésre, illetve a helységek egy része átalakul, és a mozgáskorlátozottak részére is megközelíthetővé válik. Ebben az évben pedig szinte minden alcélra nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu program keretén belül, hiszen más lehetősége nincs az önkormányzatnak, hogy fejleszten a településen. Út és járda felújításra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére, játszótéri játékokra és a Magyar Falusi civil alapra is pályáznak a településen.